Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják. Tartsanak velünk! Dombóváron találkoztak a horvátok, közgyűlés és kulturális programok is várták a résztvevőket. Ápolókat képeznek Dombóváron. Alapképzés indul a Torna Vármegyei Szakképzési Centrumban. Koncertek, gyerekprogramok. Megtelt a Dalmandi Tornaterem a gyermeknapi rendezvény alkalmával. Dombóváron gyűltek össze az olasz autó szerelmesei. Egy 150 kilométeres távot teljesítettek a verseny során. Dombóvárt választotta éves közgyűlésének helyszínéül a Magyarországi Horvátok Szövetségének Egyesülete. A hivatalos programot követően a Szigeterdő Parkban tartották a Crowfestet, a kedvelt folkról és gasztronómiai rendezvényt is. Az ország minden tájáról érkeztek horvátok a Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület éves közgyűlésére. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat folyamatos munkájával nyerte el a megtisztelő lehetőséget, hogy helyet biztosítson az országos rendezvénynek. Az elmúlt évben keresett meg bennünket a Magyarországi Horvátok Szövetsége, Osztrogonács József úr, illetve a parlamenti szószóló Szolga József úr, hogy mit szólnánk ahhoz, hogyha ez évben az éves kongresszusa a szövetségnek Dombóváron tartanák, illetve közülését. Mi örömmel vettük, ebben van egy kis elismerés is számunkra, hogy ők mondták, hiszen egyedülek vagyunk Tolna megyében, nincs is több horvát önkormányzat. A szövetség közgyűlése az egyik legjelentősebb esemény az év során. Mai nap folyamán Dombóváron tartja meg a Magyarországi Horvátok Szövetség éves közgyűlését. Minden évben ez számunkra az egyik legfontosabb feladat, amikor több dolgot viszünk végrehez, beszélünk a múltról, a jövőről, tehát a napi rendi pontok szerint. Az ország minden végéből érkeznek tagjaink, Soprontól mondhatnám egészen a Bajáig, Bácskából, Baranyából és Zalából is, tehát gyakorlatilag ez volna az egy nap egyik része. Bár már kevesen tudják, de a történelem folyamán Dombóváron is jelentős horvátság élt. Éves rendes közgyűlés tart Dombóvár városába, ami történelmileg horvátok rakta település volt, itt született Bába Lásics, aki nemzetközi híró katona is volt, és mindkét nép, a magyar és a horvát is elismeri hazafinak, és természetesen nagy történelmi személyiségnek. Az esemény megszervezésében a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat mellett a város önkormányzata is nagy részt vállalt. Megkerestük a várost, hiszen önmagunkban mi kicsik és kevesek vagyunk ehhez. A város, illetve Pintér Szilárd polgármester úr maximális segített bennünket, mindent megadott ahhoz, hogy ez a mai szép nap és ez a program eredményesen sikerüljön. A hivatalos teendőik végeztével a résztvevők a Szigeterdő Parkban megrendezett Crowfest folklór és gasztronómiai rendezvényen tekinthették meg a különböző kulturális előadásokat, és kóstolhatták meg az ételspecialitásokat. Délután folyamán pedig egy kulturális műsorral kedveskednénk magunknak és az itt lévő lakosoknak természetesen, ami egyben gasztronómiai örömöket is fog hozni, hiszen legjobb szakácsai már most előkészítik azokat a bográcsos és egyéb ételeket, amit a saját tájegységükre jellemzőek. A rendezvényt Horvátország nagykövete, dr. Mladen Andörlics is megtisztelte jelenlétével, aki a közgyűlésen kívül a Crowfestet is megtekintette a jelenlévőkkel. Ápolókat képeznek május 22-től Dombóváron. Az alapképzés 15 hónapig tart, az elmélet és a gyakorlati képzést a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum szervezi, és a Dombóvári Kórházban biztosítják a feltételeket az ápolói alapismeretek elsajátításához. A szakképzési centrum, a kórház és a város vezetői hétfőn megnyitót tartottak az egészségügyi hivatás iránt elkötelezett jelentkezők számára. A most induló képzés olyan bizonyítványt ad, amellyel az egészségügyi területen ápolói szakképesítéssel lehet elhelyezkedni. Ez azért is nagyon fontos, mondta Dömötör Csaba, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja, mert helyben helyi embereket, helyi szakemberekkel képeznek ki az egyik legszebb hivatás alapjaira. Mindez összefogással valósulhat meg. A kórház, a szakképzési centrum, itt helyben működő iskolája és az önkormányzat közösen fogott össze, immár másodszor ezen a területen, hogy ez a képzés el tudjon indulni és működjön. Az a nagyon jó hír, hogy ezt az állam finanszírozza. A szakképzés átalakítása során két szakma, illetve egy szakképesítés ingyenessé vált,
a mindenki számára, minden magyar állampolgár számára, és ezért van az, hogy akik most ide beléptek, nekik még ez az első szakképesítésük, ezért ez számukra ingyenes, tehát ez így egy nagyon jó konstrukció még mellette. Én azt gondolom, hogy itt a legfontosabb a helyieknek az erősítése minden esetben, mert a szakképzési centrum és az iskolái mindig munkaerőpiacra kell, a munkaerőpiac igényeire kell, hogy mozduljanak. Itt megjelent egy nagyon erős igény a munkaerőpiac részéről, hiszen, mint ahogy hallottuk is, a kórház vezetésé folyamatosan küzd azzal, hogy az átalakuló egészségügyben folyamatosan legyen ember. Tudatosan építkeznek, szisztematikusan építkeznek, és mi ehhez tudunk segítséget nyújtani a háttérből, és ezért nagyon fontos nekünk ez az együttműködés és ez a képzés. A Dombóvári Szent Lukács Kórház biztosítja az elméleti és gyakorlati képzés szinterét, valamint az oktatókat is ők adják a képzéshez, valamennyien a kórház dolgozói. Az elmélettel párhuzamosan, de gyakorlatorientáltan folyik majd az oktatás, tanulás, mondta a dr. Kerekes László, a Dombóvári Szent Lukács Kórház főigazgató főorvosa. Egy általános ápoló és asszisztens képzést indítunk a Vármegyei Szakképzési Centrummal közösen. Ez azt jelenti, hogy ezek, akik ezben részt vesznek, akkor általános ápolói szakképesítést szereznek, és asszisztensit is ezzel dolgozhatnak fekvőbeteg osztályokon, bármilyen osztályon, illetve asszisztensként járóbeteg szakrendeléseken. 8 általánost végzett elvégzetteket iskolázunk be, vannak oktatóink, más területeken is, duális képzésben is részt veszünk, egyre inkább bekapcsolódunk, próbálunk bekapcsolódni az ápoló képzésbe, hogy ezt fontosnak tartjuk az utánpótlás nevelés szempontjából, hiszen meg kell erősíteni mindenképpen az ápolói kört, ez az egész magyar egészségügyi ellátás és a helyi lakosság érdeke is egyaránt. És vannak olyan munkatársaink, akik szociális gondozók és ápolók, ők még nem jelentkeztek, próbálunk velük is esetleg megállapodásra jutni, hogy ezt is végezzék el, hiszen a jelenlegi végzettségük alapján ez egy előrelépést jelentene nekik is, ha ezt a képzést elvégzik, hiszen ami van nekik végzettség, az elsősorban a szociális intézményekbe történő ápolásra szolgál. Dombóvár város számára fontos ez a képzés és a kórház is, hiszen akkor igazán az övék, ha mindent megtesznek érte, mondta Pintér Szilárd polgármester. A szerkezetváltozások, kapcsolatos döntések megszülettek, és Dombóváron továbbra is működni fog a kórház. Ahhoz, hogy működjön, ahhoz szakképzett ápolókra van szükség. Nyilván az elmúlt 2 évben második képzés indult, amikor Dombóvári járásban lakók indultak ezen a képzésen. Én nyilván megkértem őket, hogy ezt nagyon vegyék komolyan, hiszen ahhoz, hogy arról beszéljünk, hogy Dombóvári kórház és a mi kórházunk, azok bajok a jövő zálogai, hiszen ez a kórház addig működik, amíg meg tudjuk tölteni humán erőforrással. Nyilván sajnos betegből mindig van elég, de azt gondolom, hogy az a kiürülő tér, ami megmarad ebben a nagy épületben, a rehabilitációra kiváló lesz, erre viszont nagyon lesz szükség van a szakképzett ápolókra. Az ápolóképzés május 22-én hétfőn indul. A szakképzési centrum, a kórház és a város vezetői megnyitót tartottak az egészségügyi hivatás iránt elkötelezett jelentkezők számára Dombóváron. Dalmant község önkormányzata igyekszik időről időre olyan programokat szervezni, amivel megmozgatja a településen élőket. A legutóbbi rendezvényükről is elmondható, hogy sikerült vele a település apraja nagyját kimozdítani otthonról. A gyermeknapi eseményről örömmel kísérték el a szülők, nagyszülők, a falu ifjait. Sándor Csíri Bili megzenésített versét a dalmandi ifjúság is kívülről fújta. A Holló Együttes interaktív zenés koncertje alkalmával lehetősége volt a fiataloknak a zenészekkel együtt énekelni, és persze táncra perdülni a kellemes dallamok hallatán. A település önkormányzata részéről ez volt a gyermeknapi meglepetés a felnövekvő nemzedék számára. Minden évben szeretnénk más programot vinni az életükbe. Tavaly buborékkoncertet tartottunk nekik, ami szintén kimozdította egy kicsit őket a hagyományos játékvilágból. Nyilván ez egy más jellegű koncert volt.
ez a Holló Együttes koncertje megint egy más jellegű lesz, hiszen egy kreatív koncert, ami tudni lehet az együttesről, hogy megmozgatja a gyerekeket is, szülőket is, nagyszülőket is, és azt szeretnénk, hogy mi évről évre mindig valamilyen más világba vigyük őket. Most a Holló Együttesről azért tudni kell, hogy a múlt század legszebb gyermek dalaiból válogat magának dalokat, és hogy nagyon régóta, azt hiszem 84 óta működnek ők együtt, 5000 koncerten vannak túl, és úgy gondoltam, hogy egyszer a dalmandi gyerekek is és szüleik is hallják ezt az együttest, és nézhessék meg ezt a gyönyörű koncertet és előadást. A készülődésből pedig a településen élő szépkorúak is kivették a részüket. Ők lángossal és palacsintával készültek a gyerekeknek, limonádét készítettünk nekik, hogy a koncert után még egyet jól tudjanak egymással beszélgetni, kicsit enni, inni. Azt gondolom, hogy amiatt kell, hogy plusz legyen egy rendezvényen az, hogy kiírjuk a rendezvényre, hogy ingyenes, és a közmunkás dolgozók vagy a nyugdíjasaink elkészítik, vagy akár mi is beszállunk ezekbe a munkálatokba, szendvicset, lángost, palacsintát sütünk és készítünk nekik, mert olyan anyagi világban élünk, és olyan anyagi helyzetek vannak egyes családoknál, hogy tényleg ezáltal lesznek vidámabbak és jobban, mert a szülő nem engedheti meg magának, hogy elvigye a gyermekét, és ezt megvegye neki. Tehát itt a gyerekek azért válogathatnak kedvükre, és tényleg így kerek az egész, hogy ettünk, ittunk, és finomat, és jól éreztük magunkat, és mellé kaptunk plusz szolgáltatást, mert táncoltunk a koncerten, vagy tavaly éppen a buborék koncerten, tehát ezt mindig fontosnak tartjuk. Ezt mindig próbáljuk úgy összerakni, hogy minden évben mást kapjanak. Nem csak a színpadi produkció tekintetében törekednek a sokszínűségre, hanem a gyerekeknek szánt finomságok sorát is úgy állítja össze évről évre az önkormányzat, hogy az se váljon megszokássá. Iskola óvodavezetőkkel, ezért ők is besegítenek nekem abban, hogy rávegyék a gyerekeket, hogy jöjjenek, szülőket is, és eljönnek a nagyszülők is. Tehát elég nagy a létszám a rendezvényeinken, egyre több, és úgy gondolom, hogy a Covid után előről kellett majdnem kezdeni mindent, hiszen nem mertek az emberek kimozdulni az ingatlanaikból. Most viszont azt tapasztalom, hogy tényleg több a jelentkező, többen eljönnek. Egy húsvétoló rendezvényünkön több mint 150-en voltunk. Községi szinten nézve ez szerintem nagyon jó. Nagyon jó, mert előtte nem igazán tudtuk kicsalogatni őket. A Covid mindenkinek a feje felett ott lebegett, és nem nagyon mozdultak ki. A programok sora pedig már május 20-án, szombaton folytatódik a faluban, ahova szeretettel várják az érdeklődőket más településekről is. Lesz egy vasutavatónk, egy Pálmai Ödön vállalkozó felújította Dalmand vasútállomás épületét, ugyanolyan pompában díszteleg, mint régen, és délelőtt mindenki megnézheti, akinek erre igénye van. Délután az önkormányzat házasságkötő termében lesz 3 úr előadásában, visszarepülünk a múltba és a vasútnak a történetébe. Azt gondolom, hogy ez is nagyon sok dalmandit, nyilván más korosztályt, de meg fog mozgatni, akik régen ezen a kis vasútállomáson várták a kis piros vonatot, és ezzel mentek Tamásiba, Gunarasba fürödni. A dalmandi gyereknapon most a jobbnál jobb megzenésített magyar népzenében merülhetett el az Apró Nép a Holló Együttessel. Most persze a szívünkhoz legközelebb álló magyar műsort játsszuk. Egyszerűen a legjobb dolgokat, amik megmozgatják őket, amik letépik az elektromos kütyüjeikről, és újra az élet sűrűjébe viszik. Én úgy érzem, hogy az élmény abban az első pillanatban kinyílik a szemük, és akkor utána már tudják a különbséget. Minden dalból valamiképpen játék kerekedik. Tehát vagy mi megyünk közéjük, vagy ők jönnek ide, és hogy ne legyen kétszer ugyanaz, nem kell olyan túl nagy, hosszú tanítóbácsi srizsa, viszont nagyon fontos az a pár mondat. Egyszer figyeltem a Halász Juditot, sok dalt nyomott, és 2-3 mondatlán közötte nem mondott többet, de azok ültek. És jó volt. Egyébként őt láttam először milyen műfajban, 81-ben egy moziba, akkor még nem is tudtam ezt a műfajt. Hatalmas nagy csizmába ott rohangált a színpadon, tündéri volt, mögötte volt a Bojtorján együttes. Sose gondoltam, hogy én is ezt fogom csinálni az életben.
A gyerekek fejében még sok álomkép él ennyi idősen, hogy ki mi szeretne lenni, ha felnő. Ezen alkalmakon pedig akár énekes is lehet belőlük egy rövid időre, hiszen az együttes koncertjei interaktívak, amelyek sok témakört is körüljárnak. Nem igazán a téma számít. Úgy, ahogy egy versnek sem mond erre semmit egy versről az, hogy milyen témáról íródott. Minden a kifejezés mód, a téma az végül is mellékes. De azért az a mellékes téma nem azt jelenti, hogy tehát mi saját dolgokat írunk leginkább, és egy-két nagyon nagy gyermekslágert, akit nem akarunk a nagy erődöktől nem akarunk kihagyni, de igényesen írunk meg mindent. Úgy érzem, hogy tehát az, hogy a téma nem számít, pont az a kidolgozás számít, hogy hogyan. Vannak ilyen legendás dolgok, a Mici Mackó például, Csiribiri, ez a kettő ilyen olyan, ami így a nemzedékeknek is így föl csillan a szem, és akkor, és az nagyon nagy dolog, hogy ha úgy van megírva egy dal, hogy ugyanolyasmit jelent a gyermekemnek, vagy esetleg még az ő gyermekének is, mint nekem. Az azért még a felnőtteknek is megdobantja a szívét. A szülők elbámulnak, hogy mennyi öröm van a gyermekükben, ők ezt tudják, csak nem tudják ilyen koncentráltan. És le van a vállukról a felelősség, hogy nekik valamiféle felelősséget, vagy ilyen rendet, tartást kellene vállalni. A tanárok azok néznek a legnagyobb kerek szemmel, hogy amikor nem kényszer vezeti a gyermekeket, ma most vegyétek elő a füzeteket, vegyetek elő egy fehér lapot, meg ilyen, hanem az öröm, hogy akkor mekkora ennek. Egyszer volt egy tanár, egy zeneiskolai tanár, azóta kin volt sokat Norvégiába, ott folytatta a pályafutását, azt mondja, hogy az az aktivitás, amit ez a három zenész ember kimuzsikált a gyerekekből, a szívet melengetően gyönyörű volt. És ezt a mondatot, ezt úgy megjegyeztük. A színes lufikkal feldíszített teremben, a megterített asztalon a lángoson kívül többféle töltelékes palacsinta és limonádé várt a lurkokra és kísérőikre a dalmandi gyermeknapon. Az időjárás is kedvezett a 22. alkalommal ezúttal Dombóváron Gunarasban megrendezett Szelénia rallinak. A 80 Alfa Romeo-s csapat egy 150 km-es távon járta be Tolna és Baranya vármegye legszebb vidékeit. Napsütéses időben bőghettek fel az Alfa Romeo-k motorjai Gunarasban. Az automárka hivatalos olajáról elnevezett versenyre a maximális 80 csapat jelentkezett az idei évben. Rendezvény a 22. Alfa Romeo Club Szelénia Rally, ez a teljes megnevezése. Nevében is benne a 22. alkalma szerezünk az eseményt. Ez egy országjáró autós, ügyességi kirándulós program, aminek a lényege az, hogy minden évben az ország más-más régióját látogatjuk meg. A idei évben itt Dombóvár és környékén esett a választásunk. A versenyzőknek egy 150 kilométeres távot kellett teljesíteniük, különböző kihívásokkal és feladatokkal tűzdelve, természetesen a KRESZ szabályai betartása mellett. A versenyzőknek egy 150 kilométeres távot kell nagyjából teljesíteniük, amihez egy titkos szintidő tartozik. A titkos szintidő lényege, a KRESZ szabályait betartva, balesetmentesen, biztonságosan kell végighaladniuk közúton, tehát bármilyen autóval teljesíthető, és közben 10-11 állomáson állnak meg és oldanak meg feladatokat. Az első Szeléna rallit 1999-ben rendezték meg. Erről és az Alfa Romeo Klub megalapításáról mesélt nekünk Takács Ákos, a klub elnöke. Amikor megalapítottuk ugye 26 évvel ezelőtt, akkor még nem ment minden olyan könnyen az autó alkatrész forgalmazásba, szervizelésbe. Akkor jóval több volt az a feladat, hogy segítsük egymást abba, hogy hát hogy kell szervizelni, honnan szerzünk az alkatrészt. Ez most már kicsit ilyen hobbi, még inkább hobbi lett. 12 rendezvényünk van egy évben, vannak kisebbek, vannak nagyobbak. Ez a néhány autóval indultunk 1999-ben, most pedig a maximális szintet 80 autót elértük. Az eseménynek köszönhetően még többen megismerhették az idén 50 éves évfordulóját ünneplő Gunarast, aminek kifejezetten örültek a verseny házigazdái is.
Örülöknek, hogy az Alfa Klub úgy döntött, hogy az országos rendezvényét Dombaváron tartja meg, hiszen Dombavár tekintetében ez az év kiemelkedő, hiszen több 50 éves évfordulót ünneplünk, itt többek között azt is, hogy 1973. május 19-én megnyitotta a kapuit Gunaras fürdő. Remélem, hogy az ország minden részéről ide érkező versenyzők jól fogják magukat érezni Dombaváron és a környéken, és olyan élményekkel gazdagon távoznak innen, hogy visszavágyakoznak majd mindig Dombavára. A táv teljesítését követően a versenyzők visszatértek a kiindulási pontra, ahol ebéddel és különböző programokkal várták őket a szervezők. Önök Kaposmenti magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!